Köszöntöm az Emplén Televízió nézőit, Önök a Mecénás című kulturális magazinunkat látják. Tartsanak velünk ma este is. Sikeres operett előadást láthatott a közönség március 7-én Sátoraljóújhelyen. A Király Színház Operett 2020 című műsorában különleges tematika szerint hallgathatták meg a nézők a népszerű áriákat és dalokat. A társulat a nagy elődök Fedák Sári, Kosári Emi, vagy a nálunk oly ismert és szeretett idősebb Latabár Árpád nyomán népszerűsíti a magyar operettet úgy, hogy a műsorban egy narrátor segítségével a műfaj történetével is megismertetik a nézőket. Két Vilja is állt a színpadon a Király Színház Operett 2020 előadásában, amelynek különlegessége, hogy a magyar operett legnépszerűbb áriáinak, dalainak felvonultatásával viszik el az országban szerte ezt a máig népszerű műfajt. A színház a nagy elődöket követve 115 év után élet újra, és repertoárjuk egyik legsikeresebb tájoló előadását a Sátoraljaújhelyi közönség is megtekinthette. Az operettet már nagyon sokszor temették, hogy ez régi műfaj, poros, és ez nem jó, és igazából a közönség viszont ezt szereti a legjobban. Ugye mi prózai színészek is vagyunk, sőt játszunk musical, zenés komédiát, és az operettet szeretjük mi is talán a legjobban, és a közönség is azért rajong a legjobban. Szerintem azért van, mert annyira szívhez szólnak ezek a dallamok, a történet az happy end, örül mindenki a végén, egymásra találnak a szerelmesek, és tényleg ezek az égigérő dallamok mellett megtalálható ugyanúgy ezek az akrobatikus elemek, ugye a táncos komikus és a szubrett párostól, úgyhogy szerintem ebben van a titok. Az a szerencsés egy ilyen operett gálában, hogy ezért ez megoszlik. Tehát mi vagyunk a komolyabb lírai vonulatot képviselők, és akkor van a szubrett táncos komikus páros, akik a viccesek, akik akrobatikáznak, akik hát a második felvonásban aztán még jönnek a még nagyobb mókák, igen. Például a Gyere te Némand, ami az egyik kedvenc. Tehát hogyha egyszer elénekelhetném, de nem fogom, mert ugye én a komolyabb, arisztokratikusabb szerepkört kaptam ebben a felállásban. Szóval szerintem egyrészt a nézők szeretik azt, hogy minden az emberekről szól. Bármennyire is nem 5 éve, 10 éve íródott, hanem igazándiból ez egy 100 éves műfaj. Mégiscsak pont ugyanazokat érzik meg, gondolják az emberek 2020-ban is, mint 1920-ban. Tehát, hogy múlik az idő, de az emberek lelki világa szerintem olyan nagyban nem változik, hogy ez ne szólítaná meg a legbelső énjét az embereknek. Nagyon sokféle duett létezik. Létezik férfi és férfi közötti duett, nő és nő közötti duett. A műsorban az egymást követő dalok közben egy narrátor segítségével a műfaj történetét, múltját, sajátosságait is megismerhették a nézők. Ez az én ötletem volt, és remélem, hogy a közönségnek is tetszik. A kollégák visszajelzése az volt, hogy jó, hogy így történik ez az operett gála. Én nagyon bízom benne, hogy a közönségnek is tetszik. Mindenki azt mondta, hogy nem erre számítottak. Megszokták, hogy egy operett gála úgy megy, hogy váltakoznak a számok, így tetszés szerint, és hogy annyira érdekes, hogy megtudnak dolgokat magáról, a műfajról, a szereplőkről. Úgyhogy köszönjük Áron, mert szerintem ez egy külön plusz, amit hozzáad az ismert és szeretett dalokhoz. Kislány, vigyázz, csók az omlyos a puszán, kislány, vigyázz, minden ablakot bezár. És hát ha már itt vagyunk az Inci földjén, akkor nyilván nem mehetünk el mellett, hogy a szövegek, hogy a magyar szövegek, vagy hogy magyarul énekeltek. Nyilván voltak német vonalai is az operetnek, de hát hogy a önöknek ez mit jelent, akár az, hogy a magyar dalok magyarul énekelve. Hát ez mindenképp egy fantasztikus érzés. Mind a ketten szerintem énekeltünk már sok nyelven operettet is, illetve külföldi dalokat, de magyar nyelven énekelni mindig egy szívet melengető érzés, és valahogy ének technikailag is valahogy, nem tudom, autentikusabban szólalnak meg az operettek magyar nyelven.
Igazándiból olyan, mintha az ember csak beszélne, csak amikor már nem elég szavakban kifejezni, akkor jön hozzá a zene. Technikában, énektechnikában önök mondták, hogy ugye sokfélét énekelnek, és prózát is, tehát hogy ez mennyire kell nagyot váltani, vagy épp ellenkezőleg, tehát egy kicsit így a kulisszatitok mögé. Mi alapvetően mind a ketten a klasszikus vonalat képviseljük, tehát a klasszikus éneklést, ami az opera énekléshez áll talán a legközelebb, és mi más produkciókban is, a musicalekben is a klasszikus vonalat visszük, tehát mi soha nem fogunk rockot énekelni. Nem valószínű, igen. Talán, tehát mi erre álltunk be, és ez áll hozzánk közel, és itt ebben az Operett Gálában is mi ezt a vonalat visszük tovább. Nehéz műfaj ez? Tehát akár azt is, hogy egyszer az ember nyilván musicalt énekel, de abban is, ahogy mondták, itt a komolyabb részét, illetve hogy itt ez az operettben? Hát ami nehézség, az inkább egy előadáson belül nyilvánul meg, amikor beszélni is kell, az egyik pillanatban nagy romantikus szerelmi lángolást kell átélni, a következőben nagy drámát, csalódásokat. Azért ez nem csak egy külsőség, tehát hogy nem tudom, egyetértesz ezzel, abszolút. De azt gondolom, hogy azért is van olyan, hogy az ember néha bemegy egy előadás után, leül az öltözőben, és hosszú percekig meg sem bír mozdulni, mert nagyon nagy terheket ró fizikailag, de érzelmileg is az emberre egy-egy ilyen előadás. A Királyszínház társulata, a nagy elődök, Fedák Sári, Kosári Emmi, vagy a Sátor Aljaújhelyen is ismert és szeretett idősebb Latabár Árpád nyomán népszerűsíti a magyar operettet. A Latabár Színházban bemutatott előadásokban, a műfajhoz illő csodálatos jelmezekben, kiváló énekesek és tánckar tolmácsolásában, a magyar operett repertoár szinte minden darabjából felcsendült egy-egy ismert részlet. Mi az, ami itt a sok-sok felsorolt operettből a kedvenc, amit akár egy teljes színpadon is szívesen, hát itt ugye nyilván Lehártól kezdve a Csopongrác egyet sorolhatnánk. Több szempontból is lehet válogatni, ugye van sok olyan darab Timinek is és nekem is, amit már nagyon sokszor énekeltünk. Nekem ilyen a Bob Herceg vagy a Csárdás királynő, neked a Marica. A Marica a Vígözben. Igen, tehát vannak ezért kedvencek. Aztán vannak azért kedvencek, amiért, hogy pont, hogy azt nem énekeltük el, és azokat egy operettgálán elénekelhetjük. De én azt gondolom, hogy úgy válogattuk ezt össze, hogy mindenki a szívéhez a legközelebb állót énekelje el. Nekem például egyik kedvencem a Mária főhadnagyból a duett, amit majd a második részben fogunk elénekelni, mert játszottam én ezt a szerepet, de nem egy annyira sokat játszott, viszont édes kis ékszerdoboza szerintem az operett irodalomnak, mert bájos, mert könnyed, mert nagyon magyar. Szóval én ezt nagyon szeretem énekelni. Londonban hely van számos utca, és minden szálltak sarok. És minden sarkon van a házak, és minden házak. És itt talán a végén egy kicsit még arról, hogy itt az exotikumok is megjelennek, a cirkusz, a londoni főherceg, igen, a magyar vonal, tehát hogy azért szerették az operettírók ezeket így becsempészni, ugye, hogy legyen valami plusz, legyen benne valami csavar. Mindenképp próbáljuk is megjeleníteni helyszínben is, illetve az operetteket is úgy válogattuk ki, hogy különböző országokról szóljon, vagy különböző kultúrákat is érintsünk, és ezt mindenképp érezni, mondjuk a Mosoly országában, ugye ott a Kínát is megjeleníti, itt a Bob Hercegben ugye ez a londoni, angliai vonal, nem is tudom, a Bajadérban. És majd, ha minden igaz, és úgy alakul, ahogyan tervezzük, akkor lesz majd egy operett bemutatónk a közeljövőben, ami szintén egy igencsak egzotikus környezetbe kalauzolja el török a nézőket. Világban. A Gülbabát jövőre bemutatjuk, azt is fogjuk játszani, és az aztán egy különlegesség valóban, mind zeneileg, mind látványvilágban. Oh,
Csárdás királynő, Marica grófnő, Mágnás Miska cigány szerelem. Mindenkinek más-más mű jut eszébe, ha meghallja ezt a szót, operett. Nem meglepő a műfaj népszerűsége, hiszen olyan könnyed és szórakoztató módon mutatják be a színészek az általában szerelmi történetet a színpadon, hogy az bárki számára kiváló feltöltődést adhat. A sátoraljaújhelyi előadás után is valószínűleg még sokáig dúdolták a nézők a fülbemászó dallamokat. Műsorunkban nem egyszer bemutattunk már számos újonnan megjelent könyvet, vagy éppen a közelmúltban a Vizsói Biblia hasonmás kiadását. Szerzők, írók meséltek egy-egy kötet megszületésének körülményeiről. Igen ám, de ahhoz, hogy a gondolatok sorok formájában egy könyvé álljanak össze, szükség van a nyomdai munkára is. Ha most velünk tartanak, betekintést nyerhetnek ebbe, illetve Körmendi Zoltán kollégánk segítségével sok mindent megtudhatnak most a Pataki nyomdáról, letűnt korok nyomdagépeiről. Ma már az életünk részéhez tartozik, hogy mobiltelefonjainkon keresztül tudunk letölteni különböző dokumentumokat, fényképeket készíteni, olvasni. Sokan azonban még mindig szeretnek kezükbe fogni nyomtatott könyveket. Körmendi Zoltán kollégánk a Sárospataki nyomdába látogatott el, ahol nem csak a családi nyomdász hagyományokat ismerhette meg, hanem olyan gépekről is meséltek neki, amelyek letűnt korokat idéznek, de még működő igazi napi harcos munkatársak. Ez a gép, ez magas nyomógép, tehát a Gutenberg-féle betűket kiszedtük, ebbe a gépbe bezártuk, egy festékező hengerrel nagyon szépen eloszlattuk a festéket a magasabban lévő betűken, és utána ráengedtük a papírt. Ez már egy modernebb változat. Amit láttunk a gépeken, az 1848-as képeken azért lehetett látni, hogy hogyan készült a régi 12 pont, vagy éppen a nemzeti dal. Ezeken a ilyen gépeken csak azt még kézzel hajtották, tehát nem volt még akkora elektromos motor, hát ezek most már automata gépek, de magától működni is még most ez is. Működik a mai napig, most már ugyancsak stancolásra használjuk, mert erre van igény, de IPEG használható lenne erre is. Ugyancsak ezzel a géppel tudunk nyomtatni a linószedőgépet, amit mutattam, hogy a forró olmot, amikor kiöntöttük és megdermedt, tehát ezen a gépen tudtuk, tehát ez a magas nyomásnak a része. Nagyon sok technológia van nálunk, mint mondtam, ez a legrégebbi technológia a magas nyomtatás, aztán van a szita nyomtatás, van az offset nyomás, és hát a legújabb a digitális nyomtatás, amit majd a végén fogunk mutatni. Ez egy mai napig használatban lévő gép, ez ment még, de most is tud menni, tehát használható, csak IPEG nincs rá igény, tehát ekkora formákra már, mint ami, vagy legalábbis hát ezen a környéken nincsen. És ez egy hatalmas méretű újság is ki tudott. Hát ez egy A2-es gép, igen, tehát ez egy viszonylag nagy masina, tehát akár egy B2-est is, mert az 50x70-es nyomatot tudunk ezen készíteni. Valamikor volt erre igény, amikor egymás mellé tettünk több szállítólevelet, és úgy nyomtattuk, számoztuk. És ezen miket nyomtattak, Laci bácsi? Hát szállítóleveleket, számlákat, különböző formanyomtatványokat. Hát akkor még nem volt számítógép, nem kellett, az majd megőrizzük egy pendrive-on és elhozzuk a zsebünkbe. Akkor még ezeket kézzel írogatták meg. De hát itt ez a másik gép, ez egy offset gép, ez még a 80-as évekbe került ide, amikor én idejöttem, akkor hoztuk, és a Saújhelyi dohánygyárnak csináltuk a dohány csomagolóit, ez egy kétverkes, tehát egyszerre tudott kettő szint nyomni, csináltuk a munkás, a szimfónia, tehát ezeket a mezitlábas cigarettáknak a csomagoló anyagait még ezen rengeteget nyomtunk, hát ez ott is már megszűnt, tehát nincs, most már kemény dobozos van, ez már erre alkalmatlan, de és még lehet. Milyen papír, milyen minőségű papírra lehet nyomtatni? Hát ez mindig nyomtatni? Az adott
hogy megrendelés határozza meg. Tehát itt van 60 grammos papírtól, ami azt jelenti, hogy egy négyzetméter papír 60 grammot nyom átlagba. Uh-huh. Itt van 300-350 grammos papírunk, azokat már ugyan kartonoknak nevezzük, de hát ilyen széles volumenen. Az a kérdés, hogy mire fogják használni. Egy egyszerű belépőjegy, amit egyszer használnak, vagy egy tombolajegy, az elég egy 60-80 grammos papírra. De egy bérlet, egy uszodabérlet, amit hát akár egy évig is használnak, azt már akkor kartonból érdemes, hogy azért az kibírjon egy évet, ha kézen van. Ezt mindig a maga a munka határozza. Meg egy falragasznál egy 80-100 grammos, 120 grammos papír megyen, tehát amit kiraknak, az egy kicsit időtállóbb, hogy azért bírja az esőt. Úgyhogy ez nagyon változatos. Ha leütök egy billentyűt, ezekből a nagy kazettákból különböző méretű és fajtájú betűk matricák esnek ki, amiknek a negatív képe itt van. Ezek itt besorakoznak, ahogy leütöttem egy billentyűt, besorakozik egymás mellé, egy adott hosszúságra be lehet állítani a gépet, és akkor forró olmot öntött. Itt egy kazán volt, uh-huh. ami forró ólom volt benne állandóan, és az belenyomta az olmot, ez a linószedés. Ez még nem is olyan nagyon régen ment, ez egy szovjet típusú gép, de ezt hát Angliából, Németországban ezeket már régebben használták. A nagyon, nem is olyan nagyon régen ment alatt mit ért, Laci bácsi? Hát hány ez még a 60-as, 70-es uh-huh. években még a nagy újságok ezekkel készültek. Ez uh-huh. egy viszonylag gyors. Utána ezt az olmot, amikor elkészült az újság, akkor visszaolvasztották az olmot, ezeket a vissza lehetett, tehát egy viszonylag olcsó technológia volt, többször használták ezt, uh-huh. tehát évtizedekig tudtuk ezeket használni. Ez most már azért nem használjuk, be lehetne kapcsolni, de ahhoz olmot kell Hangos tenni. Volt ez a gép? Igen. Nekünk itt kettő volt belőle, ezt az egyet megtartottuk, mint érték. Nekem ez érték, mert ez annak idején ez nagy dolog volt, hogy Sáros Patak. A Laci bácsi is ezzel dolgozott. Igen, én is. Én kéziszedő voltam, az 1960-as években kerültem kéziszedőnek, és én azóta itt vagyok. 60 éve már? 60 nyomda, éve. Nyomda világában? Mi az izgalmas ebben a szakmában? Az, hogy mindig más. Egyik nap névjegyet csinálok, aztán egy könyvkötést kell csinálni, aztán egy szórólapot, tehát nincs két egyforma munka. Uh-huh. Tehát itt nagyon változatos, nagyon toppon kell lenni, hogy na ezt hogy oldjuk meg, minél praktikusabban, minél szebb legyen belőle, tehát ezt tartott ebbe a szakmába, és hát a megélhetés, mert hát ebből éltem, 60 éve ebből él a család, nejem is a nyomdászatban volt, ő is már nyugdíjas, de én mai napig szerelmes vagyok bele, és nagyon szeretem csinálni, mert változatos, mert az ember agyának mozogni kell, hogy oldjam meg, hogy a megrendelőnek is tessen. Én mikor bejön egy megrendelő, mindig azt kérem, mire akarja ezt használni? Hát egy egyszeri alkalom jó, akkor ez egy születésnapi, akkor ez egy plusz legyen. Mire akarja használni? Vendégkönyv, amit minden nap fognak használni. Igen, akkor ez egy bőrkötés legyen. Tehát ez, hogy mondjam, hát ennyi év alatt sajnos ragad valami az ember. És a tépés is lehetett tartani aztán a mai technológiával. Igen, hát ezt muszáj volt, mert erre mindig szükség van. A Sárospataki nyomda családi vállalkozás, így ennek a mesterségnek a szépségei öröklődnek tovább. Természetesen akik itt dolgoznak még, azok is szerelmesei ennek a munkának, ami meg is látszik kezük nyomán. Ez a évek után is, tehát a kolléganők is úgy vannak vele, hogy amikor készen van, akkor már gyönyörködnek is benne. Szép az, hogy benne volt az ő kezük munkája, illetve hát a megrendelő, amikor elhoz egy régi imakönyvet, énekeskönyvet, ami a sok használattól ugye elhasználódott, és éppen széteső félben van akár már. Szétesik, igen, és itt a varázskezek gyönyörűvé varázsolják. És amikor eljön és meglátja, akkor teljesen odáig vannak, és hát a gyönyörű, mintha vadonatúj lenne, vagy még annál is szebb. Ugyanígy folyóiratokat szoktak hozni, akik egy évig gyűjtögetik a horgászújságot, különböző újságokat,
és akkor év elején elhozzák az előző évet, és akkor be van kötve, rá van aranyozva, ott még a gerincére is, hogy melyik újság, melyik évnek a folyóirata, és ezt ők fel tudják otthon rakni a polcra, és jönnek, hogy akkor a szokásos módon szeretnék ők is. Úgyhogy nagyon szépek tudnak lenni. És akár fiatalok is jöhetnek hozzátok körülnézni, hogy itt ők is megtapasztalják ennek a munkának a szépségét? Hát természetesen, mi nagyon sok szeretettel várunk bármilyen csoportokat is, osztályok szoktak jönni, illetve volt már nyugdíjas klubunk is látogatóba, és végigvezettük őket, és felbuzdulva ezen ők is utána elkezdték hozni a régi szakácskönyveiket, beköttetni, hogy akkor itt is varázsoljuk széppé. Úgyhogy nagyon sok szeretet, a gyerekek is nagyon élvezik, nagyon sok újdonság. Tehát látnak egy könyvet a boltba, de nem gondolják végig, hogy ez az elejétől a végéig, hogy mi munka volt. A nyomdászati örökséghez is hozzátartozó gépeket szervezett formában tekinthetik meg a látogatók, érdeklődők. Az biztos élőben nagy élményt jelent. Műsorunk egyik legfontosabb célja az is, hogy bemutassuk a fiatal tehetségeket. Ennek köszönhetően a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendéke Téglás Boton már elmesélte nekünk, hogy milyen érzés is számára egyik fellépésről, versenyről a másikra menni, folyamatosan tanulni, gyakorolni. Legutóbb annak kapcsán találkoztunk, hogy újabb külföldi versenyeken szerepelt, és újabb neves tanárok kapcsolódtak be az oktatásába. A 9 éves Téglás Botont sikeresen zárta a tavalyi évet, és bizony az idei is jól kezdődött számára. Még tavaly decemberben a helyi előválogató és a debreceni regionális elődöntő után bekerült a 3 évente megrendezésre kerülő legnevesebb hazai hegedűverseny országos döntőjébe, a szombathelyi Koncz János hegedűverseny 8 legjobb hegedűse közé. Több szakmai dicséretet kapott sikeres fellépéséért, addig a következő találkozón az osztrák-magyar szervezésű Danubia Talents nemzetközi zenei versenyen, amelyet Bécsben rendeztek meg, a 48 induló és 8 korcsoportos versenyzők közül Botont második helyezést ért el hegedűjátékával. A 4 tagú japán-osztrák-magyar művészekből álló szakmai zsűri 100 pontból 92 pontra értékelte a 9 éves sárospataki kisdiák produkcióját. Most a bécsi versenyen voltunk, Danubia, sokan voltak, én második lettem, el tudtam szerencsére hibátlanul játszani a darabot. G-dur koncert első tétele, voltak mondjuk Brazíliából, Amerikából, sok magyar is volt, mert ez egy magyar szervezett Danubia verseny volt. És az én korosztályomban vagy 6-7 voltak, ilyesek voltak ők is. Boton felkészítő tanára ezúttal is Varjas Csabáné volt. Az utóbbi időben azt vettem észre rajta, hogy nyilván a szolfézs alapok is sokat segítenek, hogy a kotta olvasása rengeteget fejlődött, tehát önállóan is képes már olyan darabokba belefogni, amit eddig csak nagy-nagy segítségek árán. Nyilván ebből egy picit kellett áldozni a hegedű órák rovására is, mert hogy a zeneelmélettel sokat kellett foglalkoznunk a zenei ABC-nek a gyorsítása, gyorsabb olvasására. Emiatt nyilván több etüdöt tudunk venni, több ismeretlen anyagba bele tudunk kukkantani, ami mindenképpen előre viszi az ő gyorsabb kapcsolását, hogy most melyik úron, melyik ujjal, melyik hangot fogom játszani, és nem pedig előre átrágva szinte hangonként a darabot. Tehát ebben óriásit fejlődött. Másik dolog a magabiztosság, a kiállása, a dallamoknak a megformálása, tehát most már nem csak ügyesen szépen lejátsza a hangokat, hanem nyilván abba már beleviszi saját magát, a saját kis énjét, a dinamikai frazírozásokat, a pianótól a fortéig, hogyan lehet eljutni, mik azok a pici dolgok, azok a lecsendesedések, azok a lassítások, tehát most már azért a minőségi hegedülés is helyet kap, a mennyiségi mellett is.
A sárospataki ifjú zenei tehetség a korábbi eredményei alapján a helyi zeneiskolai tanulmányok mellett 2020 tavaszától rendszeres kétirányú zenei tanulmányokban részesül. Ezt már édesapja mesélte. Folyamatos mindennapos gyakorlás és hegedűórák mellett természetesen nagyon szép része a zenei tanulmányoknak, amikor egy-egy koncert szerveződik, vagy hangszerbemutató, táncház, de ilyenek a versenyek is. Legutóbb két nagy megmérettetés volt Botond életében. Egyik az országos Koncz János hegedű verseny. Ennek a regionális elődöntőjére Debrecenben került sor, majd pedig december elején Szombathelyen rendezték meg a versenynek a döntőjét, ahová szintén bekerült Boti, és hát nagyon nagy sikert ért el, úgymond. Dobogós helyet most nem hoztunk, viszont a szakmai zsűri igazán kiemelte és megdicsérte a teljesítményét. Legutóbb pedig egy nemzetközi versenyre kaptunk úgymond meghívást az előválogató után. Eljutottunk Bécsbe, ahol is szintén egy olyan hegedű versenyen vehetett részt Botond, ahol szakmai zsűri értékelte a teljesítményeket, és ott korcsoportjában második helyezést ért el. Tudni kell erről a versenyről, hogy 48 résztvevője volt a versenynek, és számos országból érkeztek a hegedűsök, Lengyelországból, Brazíliából, Ausztriából, Magyarországról, és Tájvánból is volt, aki ellátogatott erre a nemzetközi versenyre. Én úgy gondolom, hogy ez a szegmens, maga a hegedű versenyek és a különféle találkozók csak egy legkisebb része úgymond a zenei tanulmányoknak, mert hozzátartozik a történethez, hogy ez egy folyamatos, rendszeres és mindennapos ténykedés. Tehát itt az egész életünk, a hétköznapjaink átalakultak, hogyha a család hétköznapjaira gondolok itt, természetesen Botond tehetsége és szorgalma mellett nagy kihívást jelent ez a család számára, de én úgy gondolom, hogy feleségem, kislányom, jómagam és a nagyszülők is természetesen pártfogoljuk ebben Botondot, és hát nagy örömünkre szolgál az, hogy látjuk a sikereit, és legfőképp az, hogy látjuk azt, hogy ő boldog ebben a környezetben, és nagyon jól érzi magát a hegedűvel a kezében. Természetesen elkísérjük a különféle koncertjeire, különféle előadásokat segítünk neki mi is szervezni. Feleségem református lelkész, és ennek kapcsán ő is számos kulturális előadást tud megszervezni Botond részére, és egyébként a zenekar részére is, mert Tamara lányunk, illetve feleségem is bekapcsolódik a Zsindei Népzenei Együttes munkájába, mint énekesek. Gyakran jön elő különféle beszélgetésekben, baráti beszélgetésekben is ez a téma, hogy vajon ez egyáltalán teher Boti számára, vagy bármilyen formában is megterhelés jelente neki, de én úgy gondolom, hogy nem, és ő maga is ezt mondja, hogy neki inkább ez kikapcsolódás és feltöltekezés. Tehát olyan, mintha más gyerek ugye a focit szereti, vagy éppen úszni jár el szabad idejében, vagy különféle sport tevékenységben, vagy más zenében, néptáncba kapcsolódik be. Boti számára a zene ezt jelenti. Tehát a zenetanulmányát úgy kell elképzelni, hogy nem egy szigorúan vett olyan fajta kötelezettség, hogy itt most, hogyha egyik napról másikra nem készíti el a házi feladatát, akkor itt nem is tudom, milyen következményei lennének a dolognak, hanem igazán a mindennapos iskolai, délelőtti, délutáni foglalkozások után neki jönnek aztán ugye a hegedű órái, amiben feltöltekezik, éppen zenekari próba van, vagy zongora próba van, vagy koncertre látogatunk el, vagy YouTube-on, amikor ő éppen szabad idejét tölti, akkor is gyakran látjuk, hogy a YouTube-on nagyon gyakran különféle koncerteket keres meg, és néz meg egy-egy hegedű előadást. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a terhelés és a teher szó egyáltalán nem jön számításba, mert azt látjuk rajta, hogy ő ezt szereti csinálni. Most ugye egy olyan időszakot élünk, amikor nincsen iskola. Se a hagyományos értelembe vett oktatás, se a zenei oktatás. Ez mennyiben borította föl esetlegesen a napjaitokat, vagy mondhatjuk azt, hogy így aztán meg még több ideje van a zenével foglalkozni? Egy kicsit kedvező most ez a napirend Botond számára.
mert ugye a reggeli hajsza és a tempó egy kicsit most átrendeződik, és így a digitális házi feladatok, illetve a tanulmány közepette alkalma van Botonnak délelőtt is egy-egy órácskát hegedülni, és aztán pedig ugye szabadon osztja be az idejét, és így még több idő jut délután is, hogy éppen vagy egy otthoni magánóra keretében, vagy egy YouTube, vagy egy internetes kapcsolat keretében részt vegyen a hegedű tanulmányaiban. Az elmúlt időszakban több versenyen is részt vehetett Botond, viszont nagyon sajnáljuk, hogy most ez a járványügyi helyzet így alakult, mert éppen tegnap este értünk volna haza mondjuk Manchesterből, most a legutóbb ez az út lett volna számunkra, ami ugye megszervezés alatt volt, viszont nem ültünk fel a repülőre, hogy a manchesteri magyaroknak a március 15-i műsort előadhassuk. A következő alkalommal április hónapban Düsseldorfban lett volna egy verseny, ami szintén elhalasztanak. A mostani iskolai kényszerszünetbe pedig még többet próbál Boti, amit elmondása szerint kifejezetten élvez, persze a tanulásra és a játékra is jut idő. Kedves nézőink, már ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk, találkozunk egy hét múlva, számítok majd akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!